Fürödni tilos tábla a Sóstói tónál. Ezen a tavon strand is működik, vannak azonban olyan részei, ahol veszélyes vízbe menni. Sokan választják a hűsítő hullámokat kánikula idején, nem mindegy azonban, hogy hol és hogyan tesszük ezt. A strandokon kívül vármegye szerte ehhez hasonló tavakban és folyókban is van lehetőség a fürdőzésre. Szabolcs megyére jellemző, nagyon sok folyóvíz, külön veszélyei vannak. Az egyik maga ugye a sodrás, ami változó erősségű lehet. Nagyon fontos, hogy különböző tárgyak lehetnek a vízben, amit a víz sodor, belakadhatunk, probléma történhet, illetve a mederviszonyok hirtelen változhatnak meg, homokpadok épülnek, ahol tegnap még homokpad volt, az másnapra eltűnik, tehát egy hirtelen mélyülővé válik, amit mi biztonságosnak gondolunk. Nyilvánvalóan a tavaknak, tavainknak megint más a veszélye, a víz alatti tárgyak, hínár, stb. Az ugyanúgy megvan, de emellett főleg bányatavaknál jellemző az, hogy a felső vízréteg még meleg, míg az alsó vízréteg már akár jegesen hidegnek érezhető, és ez bizony problémát okoz. Nem csak fürdőzőkkel, hanem horgászokkal vagy vízisportot űzőkkel is történhet baleset. Ezért a szakemberek a mentőmellény használatát javasolják, ami a kiszámíthatatlan vízviszonyok vagy bizonytalan úszás esetén is életet menthet. Tragédia sajnos minden nyáron történik vármegyénkben. A megelőzésre, a közös felelősségre éppen ezért minden évben felhívják a figyelmet a rendőrség munkatársai. A legegyszerűbb megelőzési mód az, hogyha nem megyünk bele a mély vízbe, illetőleg nagyon fontosnak tartom a család, a barátok, a társaság felelősségét. Szóljanak rá arra, aki olyan helyen szeretne bemenni a vízbe, ahol nem szabad, olyan állapotban szeretne bemenni a vízbe, ahogy nem szabad, illetőleg, hogyha úszni nem tudó személy kíván bemenni olyan vízbe, ahova vagy nem szabad, vagy pedig nem neki való, tehát egy mély víz, úszni tudást kíván meg. A szakemberek azt javasolják tehát, hogy kizárólag strandon vagy arra kijelölt helyeken fürdőzzünk. A táblával tiltott területekre pedig semmilyen esetben nem merészkedjenek, még a biztos úszástudással rendelkezők sem. Mint ismert, Szabolcs-Szatmár-Berekben legutóbb két gyermeket sodort el a Tisza Banknél. Egy 9 éves kislányt ki tudtak menteni, 12 éves nővére azonban elmerült, holttestét napokkal később Tuzsérnál emelték ki a vízből.